mintha már találkoztuk volna. Szervusz, jó kedves! Megy még a tőkepirolló? Régi ismerősként egy belsős poénnal köszöntötte Novák Katalin családügyi államtitkár ezt a kisfiút még július 20-án. A sajtótájékoztatón arról beszéltek, hogy több ezer családnak osztanak ki ingyenes könyvcsomagokat. A kiélezett kőpapirolló csatát Novák Katalin nyerte, de ettől még megkapta a család a könyveket. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének programjában a pandémiás időszakban raktárban ragadt felnőtt és gyermekkönyveket, magyar és világirodalmi műveket vásárolták fel, hogy több ezer család között osszák szét őket. Az első csomagokat már a sajtótájékoztatón megkaphatták a szerencsések. Az állam összesen 200 millió forinttal támogatta a programot, és a kiadók is jelentős kedvezményeket adtak. Ilyen 50-60%-os áréssel sikerült felvásárolni a kortárs könyvtermés színejavát. Egyetlen egy tartalmi megkötésünk volt, hogy gyermekirodalom esetében csak magyar szerző gyermekirodalmi művét voltunk hajlandók vásárolni. A könyvcsomagok szétosztását a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségére, az Egyszülős Központra és a Nagycsaládosok Országos Egyesületére bízták. Utóbbihoz fordult a híradó egy nézője is, egy három gyermekes anyuka. Azt válaszolták neki, a tagjaik között osztották ki a csomagokat. Nézőnk kérte, hogy ne legyen felismerhető a hangja. Akkor ha azt veszük, aki nem fizeti a tandíjat, az nem számít. Én ezt nem értem. Megkérdeztük a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, hogy miért csak a tagjai kaphattak a könyvekből. Azt írták, a csomagot az egyesület kapta, amelynek 14 ezer tagcsaládja van, így az ország minden pontján jelen vannak. Leírták, hogy 4 ezer csomagot kaptak, amire nagyon nagy volt az igény. Hozzátették, hogy az egyesület biztosítja a szállítást, a szervezést, azaz ők dolgoznak a csomagok átadásán. Beszéltünk a másik két szervezettel, ők is a tagjai között osztották szét a könyveket. Az Egyszülős Központban maradt már csak csomag, ők még tudnak adni, akár az újonnan jelentkező egyedülálló szülőknek is belőle. A kormánytól arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, hogy olyan család hogyan juthat könyvcsomaghoz, amelyik egyik szervezetnek sem tagja. Azt írták, a tervek szerint a programnak lesz folytatása.